Nagyon köszönöm a kedves szavakat és a bemutatást. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit itt Tegerben. Nagyon szeretek egyébként ide hozzátok tenni, mert nem először vagyok itt, csak nyilván először tartok megoldást. A mai témát ugye az Indiba evolúció lesz, azért választottam ezt a témát, ugyanis eddig mindig csak sumer tekintetben tartottam a témában előadást, valamint egyéb olyan paleomaszonatokai témát ragadtam ki, ami érdekes lehet a korunk embere számára is, és mindig valamilyen összefüggést kerestem. Ebben a témában viszont találtam is nem is keveset. Az elején szeretném azt elmondani nektek, hogy amikor a diasort készítettem, tegnap még egy képet bele szerettem volna tenni, és lefagyott a számítógépem, és meghalt a pendrájom, úgyhogy egy teljesen új diasort fogtok ma látni. Ezért hoztam egy kis jegyzetet, amiben néha bele fogok kupantani, ezért elnézést kérek előre is. Remélem, ez nem lesz probléma számotokra. Nos, kezdjük akkor el, egészen az ókortól vizsgáljuk meg a csillaggyermekeknek a miben létét, születését, mikor, miért jöttek, miért vannak itt, mi lehet a cél. Mezárkusz volt az egyetlen egy legelső ember, aki a legelső csillaggyermeket vélte felfedezni. Ez egészen pontosan úgy történt, hogy sétált hazafele, és meglátott egy gyermeket, aki a fa tetején ücsörgött, és harmatot eszegetett, ezzel táplálta magát. Oda ment a gyerekhez, hazavitte, majd örökbe is fogadta, a saját fiaként kezdte előtt nevelni, és a Mezárkusz Asztraliosz nevet adta neki, ami szó szerint azt jelenti, hogy csillaggyermek. Azt tudni kell, hogy Mezárkusz Pitagoraszának az apja volt, és nagyon sok ember elkezdett azon gondolkodni, hogy valószínűleg Mezárkusz nem véletlenül találkozott Asztraliosszal, és ő nem véletlenül került Pitagorasznak a közelébe. Ugyanis azt tudjuk, hogy Pitagorasz nagyon-nagyon sokat tanult egyiptomba, ugye a Pitagorasz tétel, hát emlékszünk rá, a matek tanárom mindig azt mondta meg a gimibe is, hogy ha mélyálbomban felébresztenek, akkor ezt tudni kell. Viszont benne, hogyha mélyálbomban felébresztett volna, mindent mondtam volna neki, csak a Pitagorasz tételt, nem? Na, az a lényege, hogy ezek az emberek úgy gondolták amúgy is, hogy Pitagorasznak ő nagyon-nagyon sokat segített, és valószínűleg ő adhatta át ezt a tudást, amit Pitagorasz később az emberek számára bocsájtott, mint egyiptomi tanok. Mindezt Antonius Diogenesnek az írása alapján tudjuk, ő az az ember, aki általa felmaradt mindez, és utána tudunk nézni. Felmerülhet a kérdés ilyenkor bennünk jogosan, hogy Asztraliosz akkor valóban csillaggyermek volt, valóban egy célzattal érkezett ide hozzánk, és információt kellett neki átadni a Pitagorasz által. Vagy esetleg el lehet vetni ezt a témakört, és azt is lehet mondani, hogy a Földön kívüliek ide küldték őt, hogy valamilyen tudást, tanítást továbbadjon az embereknek. Esetleg még az is felmerülhet kérdésként, vagy magyarázatként, hogy egy olyan hibridizációs programnak volt az eredménye, ami lehetővé tette az embereknek a fejlődését. És én leginkább ennél a kategóriánál maradnék, ugyanis ha visszaemlékszünk az ókori világnak a történésére, istenek, félistenek, ezek mindennapos dolgok voltak. Ott vannak a mitológiákban, mitoszokban, héroszokban. Ezeket érdemes a mai napon is egyébként folyamatosan föllapozni, hiszen az ókori ember, amit látott, hallott, tapasztalt, azt írta le. Tehát semmilyen misztikum nem volt ebben az egészben. Egyébként a novemberi UFO magazinban pont erről írtam egy cikket, mitológiák valósága címmel. Aztán lépjünk tovább. Nézzük meg az indián történeteket. Ugye amerikai őslakos népéről van szó jelenleg. Hopi, Navajo, Zuni és Pueblo indiánok voltak azok, akik a csillaggyermekekről, a csillagemberekről, a csillagősökről rengeteg információt hagytak fönn, és ők a mai napig szilárdan hiszik, hogy ez valóban így történt, és így is élnek ebben a szellemben. Kacsinákról nagyon-nagyon sokat hallottunk, ők voltak ezek a csillagemberek, csillaglények, és sziklából is vésték a történéseket. Űrhajó ábrázolásokkal, földön kívüli lények ábrázolásaival nagyon sok előadás és dokumentumfilm is készült ebben a témában. Fontos tudni,
hogy azok az indián asszonyok, akik beszámoltak ezekről az eseményekről, ők végig úgy mesélték el ezeket a történeteket, hogy elfáradtak, lefeküdtek a csillagok alá, elaludtak, mintha révületben lennének is egy kellemes álom hatására szenderültek egy másik világban. Tehát tulajdonképpen a csillagokba emelkedtek, és ezt szó szerint így is adják tovább a világ számára. Amikor felébredtek, már várandósak voltak, és későbbiekben valóban gyermekeket is szültek. És amint ezek a gyermekek elérték a 6 éves életkort, ezek a bizonyos csillag lények visszajöttek és elvitték ezeket a 6 éves gyermekeket. A mai napig mesélnek erről a történetről ezek az indián törzsek. Ami érdekes ebben a történetben, hogy nem az összes gyermeket vitték el, nagyon ritkán egyet-egyet itt hagytak, és ők lettek a törzsnek a szellemi vezetői, és úgy voltak vele, úgy adták át a tudást, a bölcsességet a törzsnek, hogy ezek a gyermekek lesznek azok, akik majd az 5. világot képviselik, és ők fogják megváltoztatni az egész emberiséget a pozitív irányba. És ha belegondolunk napjaink történéseibe, akkor teljesen nagy a káosz, teljesen nagy a probléma, nem akarok most itt politikába belemenni, de nyilván ott is látjuk, hogy mik zajlanak a világban, mert egyébként erről úgyis lesz majd szó, fogok róla beszélni. Tehát tudták azt, hogy ők meg fogják változtatni az emberiségnek a sorsát. És hogyha megnézzük az indián falvaknak a pontos elhelyezkedését, biztos vagyok benne, hogy ez nem meglepő számotokra. Jobb oldalon láthatjuk az Orion csillagképnek a leképezését, illetve az Orion csillagképet magát, és bal oldalon pedig a Hopi falvaknak az Orion szerinti leképezését. Pontosan minden egyes csillag pontnál egy-egy falu helyezkedik el. Tehát ezt sem lehet a véletlen számlájára írni, úgy gondolom. Itt is megmutatkozik az, hogy valóban itt egy csillagból érkező civilizáció adott át valamilyen tudást az emberiségnek, amit ők ezt egy akár isteni csillagokoztatásnak gondoltak, vagy bármilyen olyan jelenségnek, ami szerint tovább elkezdtek élni a pozitív életnek és a fejlődésnek a reményével. Aztán nézzük meg Tibetet, hiszen Tibet egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, spirituális központnak tekinthető, akár egy a világvallások szempontjából is. Ők megrögzötten a reinkarnációban hisznek a mai napig, ez sem egy újdonsült információ, és a Dalai Lámáról mindig is azt gondolták, azt tudták és azt hiszik, hogy ő egy másik galaxisból érkezett, onnan hozta át azt a tudást, amit itt a Földön megtestesítve képvisel, és ezt adja át az emberiségnek. Ugye ebben mindig ott van a szeretet, a bölcsesség, és minden olyan tudás, ami kizárólag csak pozitív sugárzással bír. Tehát semmilyen negatív, sötét dolog nincsen benne, ahogyan azt Thoth tanításai is említik. Thothról nagyon sok információt tudunk. Thothnak a smaragd táblái voltak azok, amik fennmaradtak. Szám szerint 15-öt írt ebből a smaragd tábla sorozatból, és azért tartom őt fontosnak megemlíteni, hiszen az ő tanításai tulajdonképpen egy egész egyetemes igazság, amit a mai napon is érdemes lenne használni az emberiségnek. Hiszen ha azok szerint a tanok szerint élnénk, akkor abszolút nem lenne semmilyen problémája az emberiségnek, nem lennének háborúk, csak a szeretet, csak a béke, tehát ilyen nagyon elszállós történeteket mesélt Thotha a saját tapasztalatai alapján a smaragd táblákon. Beszúrtam ide pár képet, egyébként pont a jobb oldali volt a mumus, ami tönkretette a pendrájóval. Bal oldalon láthatjuk a smaragd táblát, legalábbis az egyiket. Középen az az ankábrázolás mutatkozik meg, ami Thothnak tulajdonképpen ez egy technikája volt. Ezzel építette meg az egyiptomi nagy piramist, és ezt tulajdonképpen fegyverként is tudta használni, erre meg ki fog térni a későbbiekben, hogy hogyan és miért tette ezt. Egyiptomban egyébként Ibis fejű istenként ábrázolták őt, ott is látható, hogy a kezében ott van ez a bizonyos ang. Tudták nagyon jól az egyiptomiak is, hogy ez az ang valamilyen különleges képességgel bír,
minden Istennek a kezébe oda is rakták, ez látszik az egyiptomi ábrázolásokon. Tehát akinek a kezében az otthon, az valami csúcsterület képviselt, isteni erőt, hatalmat, stb. Valami bölcsességet természetesen. És az utolsó kép a jobb felső sarokban, ők a húsvét szigeteken látható Moáiknak nevezett szoborcsoport, amiről majdnem keveset tudunk még mindig a mai napig. Mindenféle olyan történetek kerültek erről a témáról, hogy kipusztították az egész húsvét szigetet, csak hogy le tudják görgetni farönkökön ezeket a hatalmas megalitikus építményeket. Ami butasság, hiszen annyi fa nem is volt, ez most már csak az én saját észrevételem. Annyi mindent próbálnak belemagyarázni a témába és a dologba, hogy abszolút nem fedi a valóságot, csak hát napjaink tudományos trendjének meg kell felelni, és akkor ez szerint mindenféle illatölddel elhomályosítják sajnos az embereknek az elméjét. Azért hoztam föl példának ezt a képet, sajnos nem látszik, mert egy picit kicsi, sőt eléggé, de ezeknek a szobroknak a kezében ugyanaz az ant látható, ami az egyiptomi Tot ábrázoláson is. Tot beszél arról, hogy különböző világokban utazott. Ez nem csak fizikális értelemben érthető, hanem szellemi szinten is. Különböző dimenziókat kell felfedezni, erről ki fogok térni a későbbiekben. És fennmaradt az írásai alapján az, hogy különböző földrészeken ő megtelepedett és ott is tanította az embereket, majd amikor már megöregedett, továbbadta a tudását az ő tanítványainak, és megkérte őket, hogy ezt hintsék el az egész földön. És ez azért érdekes, mert amikor ezt a kijelentést megtette, pontosan ebben az időben épültek a piramisok, nem csak Egyiptomban, hanem a világ minden táján, szakrális épületek, templomok, és ezeket mind-mind olyan energetikailag kisugárzó pontokra építették, ahol magasan mérhető ez a kisugárzás. És ezeknek mindenféleképpen gyógyító hatása volt, és van a mai napig is. Egy külön példát szeretnék erre felhozni. Tavaly volt olyan szerencsém, hogy személyesen járhattam a boszniai piramisoknál, részt vettem a régészeti munkálatokban. Hoztam is erről pár könyvet, akinek gondolja, hogy érdekes lehet ez a téma, akkor azt ajánlom figyelmébe. Ez a piramis komplexum is pontosan egy ilyen energetikai pontra épül, és a legdurvább az egészben az, hogy ez érezhető. Tehát aki bemegy ebben az alagút rendszerben, nem tudom, valaki járt Egyiptomba esetleg? Egy egyiptomi van. Ott lehetett érezni valamilyen energetikai kisugárzást? Éreztél ilyet? Remek. Na, Boszniában ugyanezt tapasztalható. Én azt mondom, hogy egy kicsit erősebben talán. Hozzáteszem, soha nem jártam Egyiptomba, de ilyen között szerepel. Viszont rengeteg olyan barátom és ismerősöm van, aki már járt. Ő is beszámol bizonyos energetikai kisugárzásokról, oda nem való, nem fizikai, hanem szellemi entitásokra. És hozzáteszem, hogy Boszniában ugyanezt én is tapasztaltam, sőt fényképeztem is ilyet, ami a könyvben látható. Egy kis tündérhez hasonlít, de tulajdonképpen ez csak egy ilyen materializálódott energiagömb. Erre most nem kérek ki. Ha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen még beszélek erről a témáról. Nézzük meg a fekete szemű gyerekeket. Bocsánat, nem? Totról még beszéljünk egy kicsit, ugyanis és maradt tábláidon még felfedezhetünk olyan érdekes pontokat és momentumokat, mint az említett szeretet. Amit, hogyha az emberek összecsoportosítanak, és egy nagy közegbe teszik össze ezt az egész tulajdonságot, akkor ennek csak is kizárólag pozitív végeredménye lehet. Megszűnik a gyűlölet, megszűnik a probléma, mindent tulajdonképpen meg lehet oldani. És itt kezdi az ő tanításait, amikor a születésének a körülményei után elment egy úgynevezett fehér szigetre, amit Amentinak nevezünk, a mai tudásunk szerint ez Atlantisnak felel meg. Ott volt egy bizonyos csarnok, ahol elkezdett tanulni. Eleinte még Totmész, azaz az ő édesapja adta át neki ezt a tudást, majd a későbbiekben egy, hát nevezzük arkangyalnak, így az egyszerű szóhasználat kedvéért, de tulajdonképpen ez egy fénylény volt, aki
materiális testben meg tudott jelenni, de mai szóhasználattal élve ezt nyugodtan nevezhetjük akár földön kívülinek is. A továbbiakban ő tanította Thothot, és átadott minden olyan univerzális tudást, ami az ő birtokában volt. És ezek a lények, ugye, ők is ide érkeztek a földre, tehát megvolt nekik az a tudás, amit már az univerzumból kaptak. Ezt tovább volt a Thothnak, Thoth pedig olyan magas szintre vitte ezt az egész tudást, hogy elérhette azt, hogy kilépett abból a bizonyos reinkarnációs körforgásból, amit jelen fogalmaink szerint ismerhetünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem szükséges neki már újra megszületnie ezen a Földön, vagy akár egy másik bolygón, vagy akár egy másik dimenzióban. Ugyanis ezt megtette többször, nagyon sokszor, összegyűjtette az összes tapasztalatot, és minden negatív tanítást a pozitív ellentétjére tudott változtatni. Egyébként nekünk is ugyanez lenne a feladatunk ebben az életben, azért vagyunk itt, hogy tapasztaljunk, és hogy minden egyes múltbeli életünknek az eseményeit, amit elrontottunk, azt jelenleg kijavítsuk. Thoth erre rájött, kilépett ebből a reinkarnációs ciklusból. Természetesen van ennek egy egyetemes univerzum törvénye, nevezzük így, amit kicsit nehézkes megérteni, viszont ha tanulmányozzuk ezt a 15 táblát, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal egyszerűbb lesz ennek a befogadása, akár alkalmazása, és onnantól kezdve spirituális úton is el tudunk indulni egy olyan fejlődésre, ami mindenképpen csak a pozitív irányba sodorhat minket. Ezen kívül kiemeli a smaragd tábláiban a mágiának a fontossága. Ez igen egy rossz szó, viszont valóban fontos, hiszen gondoljunk csak bele egy egyszerű példának a megvizsgálásával. Aki vallásos, elmegy a templomba, és van az áldozásnak a szertartása, akár nevezhetjük ezt egy rituálének is, tulajdonképpen az, akkor ez tulajdonképpen egy mágiának felel meg. Nyilván a keresztényekhez ezt nem fogja így mágiaként elismerni, meg a nagy közönség elé tárni, hiszen az ő felfogása szerint a mágia az rossz. Nem, nincsen rossz mágia. Tehát nincsen se fehér mágia, se fekete mágia, nincsen. Ilyen nincs. Tehát van fehér mágus, meg fekete mágus, arra használja a mágiát az ember, amire ő szeretné. És Thoth ezt is az emberek elé tárja, és elmondja azt, hogy van egy ilyen lehetőség, de nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel, hiszen hogyha mégiscsak rossz felé kanyarodik az ember, az vissza fog ütni a reinkarnációs ciklusba. Tehát Thoth nagyon-nagyon komolyan körbejárta ezt az egész reinkarnáció témát, és nagyon komolyan egy egész komplex tudást adott át az emberiségnek, akik elfogadták, módon tovább is tudták adni. Ezért javasolja azt, hogy mindenképpen próbáljunk mi emberek elindulni ezen a spirituális úton, képezzük magunkat, fejlődjünk, és semmiképpen se hagyjuk azt, hogy egy sötétebb hatalom, és ugye itt jön be a politika, amit mondtam az imént, befolyásolja a mi életünket. És hogyha körbenézünk a világban, sajnos ezt teszik. Olyan, hogy szabad akarat nincsen. A csekkeket be kell fizetni, nyilván, természetesen, ettől függetlenül még nem kell elszállni, mint spirituális ember, hogy akkor innentől kezdve már csak fényt fogok tenni, meg ilyen dolgokkal fogok táplálkozni. Nem erről van szó, hanem meg kell érteni ennek a fontosságát és ennek a jelentőségét beépíteni az életünkbe, hogy mi is el tudjunk indulni ezen az úton. És ezen a csillaggyermekek tudnak segíteni, akik pontosan azért érkeztek ide, hogy felismerhessük általuk ezt a képességet és tudást. Ugyanis bennük születésük óta benne van ez a most nevezzük spirituális képességnek, és Thothnak a tanítványai, illetve Thoth tanítványainak adott egy utolsó üzenetet, amikor ő elhagyta emberi testét. Ez konkrétan úgy történt, hogy a nagy piramisban voltál Egyiptomban, hogyha voltál bent a nagy piramisban, akkor láthattad azt a szarkofágot mellette, semmi baj.
van egy szarkofág bent a nagy piramisban, és ugye a nagy egyiptológusok mindig elmondták azt, hogy ebbe feküdt bele a fáró, itt kapta meg az isteni tudást, azt a bölcsességet, azt a hatalmat, amivel a későbbiekben tudta az embereket irányítani jobbra. Ugye itt is az irányításnak megint egy ilyen pejoratív jelzőt használ magatot is, amit nem lenne szabad. Tehát mindenképpen az összefogás és az összetartásra buzdítja az embereket. És amit ki szerettem volna hozni ebből az egész témakörből, hogy ez a szarkofág, ez egy jelképes történet. És amikor megépültek a nagy piramisok, ugye az Ang segítségével meg tudta ezt tenni. A tetejére egy kristálypiramist helyezett, ami azt a célt szolgálta, hogy az univerzumban lévő pozitív rezgésű energiákat besűrítse a piramis belsejébe. És a piramis alja, amit most egy tölcsérként képzeljünk el, onnan pedig a Földnek az energiáit szedte össze ez a bizonyos szerkezet, mint maga a piramis. És ez a két pólus lehetővé tette azt, hogy egy dimenziókaput nyisson magatot, így léphessen át az Amenti csarnokaiba, ahonnan ő is származott. Mert ugye már emberként élt részben, tehát fizikális testtel nem tudott volna átlépni. Ezért az Amentit nem úgy kell elképzelni, mint egy fizikális valóság, csak részben. Ugyanis ez már egy felsőbb dimenzió, ahol a tökéletes fejlődésnek az útján elindulhat egyébként bárki. Amikor ő befeküdt ebbe a szarkofágba, ott hagyta a testét, átlépett ebbe a másik dimenzióba, és elindult az egyetemes tudásnak egy magasabb mesteri szintjére. És ugye ekkor kapták meg a tanítványai ezt a tudást, megépítették ezeket a bizonyos építményeket, amiről már meséltem. Piramisok, szakrális épületek, templomok. Viszont annyit még elmondott, és ez egy nagyon nagy titok volt, amit napjainkban nagyon-nagyon erősen kivetül így a világ elé, és ezt láthatjuk is, hogy ha a Föld belsejében élő idegen faj egyszer majd feljön a felszínre, akkor mindenképpen védekeznünk kell ellene. És a Sphinx alá elrejtette az ősi tudást, az ősi titkot, tulajdonképpen és egészen konkrétan egy űrhajónak a belsejében. Erről most nem hoztam képeket, de biztos vagyok benne, hogy ti is láttatok már előbb dokumentációkat, ahol látható az, hogy a Sphinx alatt egy hatalmas, kiterjedésű város, szerűség, de hát egy terem biztos, hogy létezik és van, és ezt nem engedi bolygatni a kutatók, legalábbis az egyiptológusok abszolút nem. Aki oda szeretett volna menni kutatni, azt mind elhajtották a fenébe. Vajon mit őreznek ennyire? Tényleg ezt a tudást? Tényleg ott van elrejtve ottnak a hagyatéka? Én azt mondom, hogy ha már ennyi minden kiderült ottnak a smaragdtemplomai által, akkor biztos vagyok benne, hogy mint minden mitológiának ennek is van valóság alapja. Ahogyan a hollywoodi filmeknek is, mindenben ott van a csíra. Napjainkban ez már csak azért is jó, és azért is pozitív, legalábbis annak tartom, mert egyrésztről felkészítik az emberiséget egy várható következményre, egy jövőbeni eseményre, valamint egy olyan tudásnak a csíráját is el tudják az emberek fejében ültetni, ami fontos lehet ebben a témában. És ilyenkor már mi is elgondolkodhatunk azon, hogy akkor nekünk mi a fontos, mi az, amit mi szeretnénk elérni. Ez mindenféleképpen segítség lehet a számunkra. Tehát az Ankról még egyetlen egy dolgot szeretnénk elmondani, hogy amikor Atlantis elpusztult, ugye azt tudjuk, hogy ez tulajdonképpen a népnek az önhibájából történt meg sajnálatos módon, ugyanis ott még azt is leírja a smaragdtábláiban, hogy egy Horlet nevezetű földön kívüli idegen érkezett ide a Földre, a bolygónkra, és olyan képessége volt, ami teljesen genetikailag ez abszolút normális volt, mentális úton tudott teremteni, alkotni. Ezt a tudást adta át az ott élő embereknek, és Atlantis tulajdonképpen a leírás alapján ők hozták létre.
Tehát amit gondolatban ők megjelentettek, azt materializálták a valóságban. Így hozták létre magát a szigetet, magát az épületeket és az ott elhelyezkedő piramisokat. És ugye ekkor még Egyiptomról, meg ilyen dolgokról nem is beszélhetünk. Majd ez a bizonyos templomlakó, akit említettem, arkangyal, fénylény, teljesen mindegy, hogy hogy nevezzük, ő megkérte Thotot, hogy ezt a tudást, illetve akit lehet, azt mindenképpen menekítse föl arra a bizonyos űrhajóra, amit ő a későbbiek során a szfinx alatt elrejtett, és adja tovább majd ezt a tudást, hogy ez ne vesszék el. Így is történt. A sziget elsüllyedt, erről elég kevés információnk van sajnos. Majd a leírások teljesen tökéletesen tükrözik azt, hogy Afrikába ment át Thot, valami kevés emberrel egyébként, és ott, és ezt szeretném megidézni, és ott találkozott olyan emberekkel, akiket Kem gyermekeinek nevezett, és egészen pontosan így fogalmaztott, hogy vidd őket az általad tanult módon a vizeken túlra, ahol a szőrös testű barbárok a sivatagi barlangon mele. Mit jelent ez? Thot oda ment, és látott olyan előembereket, akik tulajdonképpen még a homo előtaggal sem rendelkeztek. Ebben az az érdekes, hogy a későbbiek során a sumére ugyanerről a témáról beszélnek, és ugyanazt mondják, hogy itt volt egy bizonyos előember faj, akit az ő genetikai állományuk felfrissítésével egy új, majdnem hogy tökéletes fajt hoztak létre. Ez volt az ember. Ő ugyanezt mondja, Thot is, nem tagadja, hogy ez valóban megtörtént, de nyíltan sem jelenti ki. Tehát valahol a kettő között kell megállnunk, minden esetre tökéletesen tükröződik a leírásból, hogy mire is hogyan gondol. Aztán Thot, miután átment ebbe a bizonyos csarnokba, ő szerette volna azt, hogy a továbbiakban is taníthassa az embereket, ugyan kilépett a reinkarnációs ciklusból, körforgásból, neki már nem volt kötelező ide visszajönni, de mégis valamilyen formában itt maradt. A tudása mindenképpen, és az volt a célja, hogy fényé alakítsa az embereket. Ugyanis azt mondta, hogy az ember nem földi lény, hanem tökéletes, kozmikus fény. Ami egy nagyon szép megfogalmazás, és ez az egy mondat tükrözi az egész Thot körüli történetet, hogy miért csinálta ezt az egészet, miért volt itt, és hogy mikor jön vissza, ugye ez is kiderült ebben a szfinx alatti rejtélyből. Na de hát akkor lépjünk tovább, hogyha egy Atlantisról is beszéltünk, és Thotot nagyjából kiveséztük, pedig ez egy elég hosszú tanjára, nagyon sokat lehetne beszélni, a fekete szemű gyermekekről. Hallottunk már fekete szemű gyermekekről? Igen. Körülbelül a 40-es évek óta tudunk erről a jelenségről, és nem feltétlenül pozitívak azok a visszajelzések, amik azt tükrözték. Ezek a gyerekek körülbelül olyan 10-14 év közötti gyermekek voltak, teljesen átlagos gyermekeknek néztek ki, csak találkoztak velük. Kettő ilyen konkrét eset volt, amikor az egyik lélek az volt, hogy kopogtattak az ajtón, becsöngettek, hogy éhesek, szomjasak, fáznak, nincsen szállásuk, elvesztették a szüleiket, stb. Hát mit csinál ilyenkor a felnőtt, megsajnálja ezt a bizonyos gyermekek, és beengedte őket a lakásba. Na most ezek az emberek utána vagy megbolondultak, vagy nem tértek vissza, nem tudunk róluk semmit. Ezek ilyen szomszéd körüli beszámolók alapján maradt fenn írások. A másik véglet pedig pont az ellenkezője, hogy egyszerűen a delikvens rácsukta az ajtót, és nem tulajdonított jelentőséget ennek a történetnek. Ők szerencsére túlélték, és a mai napig valószínűleg köztünk vannak, hogyha még ezt a nagykor túlélték. Ami fontos, hogy minden ilyen esetben, ahol bármilyen technikai berendezés volt, teszem az térfigyelő kamera, ipari kamera, ilyesmi, ott egy olyan interferencia
interferencia jött létre, ami zavarta a felvételek a jelét, a technikai berendezéseknek a jelét, elkezdett vibrálni a kép, vagy egyszerűen megszűnt, teljesen tönkrement, meghalt a kamera, nem működött tovább. Ilyenkor felteszik a kérdést folyamatosan az emberek, hogy mi lehet ennek az oka, kik csinálhatják ezt az egészet. Több olyan információ került napvilágra, hogy valószínűleg ez a szürke idegen fajnak egy hibridizációs csopja. De hallottunk olyat is, hogy a kormány titkol valamit, és ők kísérleteznek gyerekekkel egy hatalmasabb, összetett témában világuralmi tervekkel. Tehát nagyon sok magyarázat van erre, de konkrét magyarázatot nem tudunk. Nem hallottunk még, nincsen tapasztalatunk ezzel kapcsolatosan. Egy dolgot tudunk, ha találkozunk fekete szemű gyermekekkel, nem engedjük be a lakásba. Aztán a fekete szemű gyermekek és Steinfeld között egyetlen egy különbség van, illetve egyesség, bocsánat, hogy Steinfeldön minden hetedik teli holdkor az úgynevezett Éhes Szellemek Fesztiválját rendezik meg. Ez azért érdekes, mert ekkor, ez egy hatalmas ünnep egyébként a Tájföldön, ekkor szeretnék az emberek kiengesztelni ezeket a szellemeket, és ezek a szellemek pontosan 10-14 éves korú gyermekeknek a szellemei. Úgy tartják, hogy ezen az egy éjszakán ezek a szellemek, gyermekeknek a szellemei teljesen korlátlanul járhatnak a világban, és ilyenkor ezen az egy éjszakán azt csinálnak, amit szeretnének. Természetesen semmi rosszat nem csinálnak, hiszen hitük szerint ez a fesztivál minden negatívot semlegesít az elhunyt és eltűnt gyermekeknek az energetikai burka körül. De mégis van egy nagy tisztelet és egy kis félelem is bennük. Tehát tulajdonképpen ezért csinálják ezt a fesztivált. Itt lehet egy komoly párhuzamot húzni a fekete szemű gyermekek és a Éhes Szellemek Fesztiválja között. És nézzünk egy konkrét csillaggyermeket. A képen Lloyd Pye látható, aki 1930-ban egy bányászati munka során talált egy koponyát. Ezt a koponyát elkezdte vizsgálni egy fogorvos, aki azt mondta, hogy ez egy 5 éves gyermeknek a koponyája, és valószínűleg ez a gyermek vízfejű lehetett. Azért ilyen nagy, azért nem látszik a szemüre, vagy a homloküre, és azért nincsenek ráncok a homlokarra és a koponyán fogorra. Na most Lloyd Pye nagyon komolyan is intenzíven, tehát neki ez már egy ilyen megszállottság volt szó szerint, hogy minden nap ezzel a koponyával foglalkozott. Vizsgálgatta, és azt vette észre, hogy ez a koponya 10%-kal nagyobb és súlyosabb, mint egy felnőtt embernek a koponyája. És a DNS vizsgálat is azt mutatta, hogy ez a koponya abszolút semmilyen emberi vonatkozást nem mutat. Így kimerte jelenteni, hogy ez a koponya bizony nem emberi. Azt mondta később a beszámolók alapján, ugye UFO beszámolókra gondol, hogy ez a koponya tökéletesen megfelel a beszámolók általi szürke idegen fajnak a koponyájára. Ugye ez most mennyire valós, mennyire nem, ezt nem tudhatjuk. Egy gondolkodást mindenképpen megér. Ami érdekes az egész történetben, Lloyd Pye ugyanúgy járt, mint az összes kutató, aki egy kicsit merészebb dolgot próbált a nyilvánosság elé tárni, ugyanis ő minden nap egy, akár csak egy mondattal kirakott egy új információt az ő saját honlapjára a kutatással kapcsolatosan. Na most ez valakinek nem tetszett, és rejtélyes módon elhunyt Lloyd Pye, ahogy nagyon sok kutató is sajnálatos módon. Így néz ki a koponya, a jobb oldalon egy emberi koponyát látunk, bal oldalon pedig magát, a csillaggyermeknek elnevezett koponyát. Ha megnézzük, valóban nagyobb, valóban súlyosabbnak is látszik, és abszolút nem emberi. Ez nem lehet genetikai mutáció, nem lehet genetikai rendben,
egyenesség, itt tényleg történnie kellett valami olyan dolognak, ami abszolút nem emberi beavatkozás. Nem azt mondom, hogy 100%-osan feltétlenül mindent el kell hinni, amit az interneten vagy a médiában olvasom, a médiát ezt hagyjuk is, de az interneten. Viszont utána néztem én is személy szerint ennek a koponyának, és valóban a kutatás még mindig a mai napig folyik. Tehát valami olyasmit találtak, ami valószínűleg alátámasztatta Weinsteinnek a kijelentéseit, és valóban egy földön kívüli koponyára bukkantak abban a bizonyos bányában. És itt akár mi is jöhet Edgar Cayce-nek a jóslata. Edgar Cayce volt az az ember, akit spirituális körökben csak alvó profétaként ismerünk. Ugyanis ő már egyszer meg is jósolta azt, hogy mi fog történni a 20. század környékén, és ez mind bejött. Sajnos azt kell mondanom, hogy sajnos, mert ezek nem voltak jó hírek. Viszont azt is megmondta, hogy hol van elrejtve a Sphinx például. Ugyanis akkor, amikor ezt kijelentést tette, a Sphinx még nem látszódott ki a homokból. Talán picit a fejének a teteje, de hát ugye akkor még nem tudták, hogy mi az. Ő ezt megmondta, hol kell keresni, mit kell vele csinálni, és minden információt elmondott róla, még azt is, hogy mikor építették, kik építették, és hogy hány éves. Visszakanyagodott egész a vízözönig, és teljesen egybevág volt az ő elmondása azokkal a kutatási anyagokkal, amik valóban nem szerepelnek az interneten, viszont az ősi iratokkal egybeesnek. És amikor mindig felmerül bennem a kérdés, teljesen jogosan, hogy ezeket a kutatási anyagokat miért nem teszik közzé, miért nem lehet az emberek tudomására hozni, hiszen ebbe semmi olyan dolog nincsen, ami megbotránkoztatásra utal. Persze, hát tudom a választ, hiszen akkor az összes történelemkönyvet ki lehetne dobni a kukába. Védik. Ezért én mindig azt szoktam mondani, hogy én boldog ember vagyok, mert hogyha én ilyen kijelentéseket teszek, akkor maximum rám mondják, hogy bolond. Mert ugye nem vagyok régész, nem vagyok lelkész, én nem mondhatok ilyet. Ez van, hát bízom benne, hogy majd a későbbiek során azért a tudomány is eljut arra a szintre, hogy komolyabb figyelmet fordítson ezekre a leletekre, illetve magára a témára, hiszen mindenképpen érdemes vele foglalkozni. És ugye a múlt heti UFO konferencián is, aki ott volt, láthatott olyan leleteket személyesen, amit aztán nem igazán lehetett épésszel megmagyarázni, és biztos vagyok benne, hogy ezzel sem fogunk találkozni, se a sajtóban, se a médiában, sajnálatos módon, nem vagy egy tudományos akadémia. És akkor menjünk vissza egy kicsit Edgar Cayce-hez. És ő említette, hogy 98 és 2015 között egy úgynevezett gyökérfaj fog létrejönni. A gyökérfaj alatt egészen pontosan gyermekekre gondolt. És emlékszünk, mit mondtam az előadás elején a Hopi indiánok tekintetében, hogy ők egy ötödik világot szerettek volna, illetve szeretnének nem a későbbiekben létrehozni, hiszen tudták, hogy ez meg is fog történni. Nem tudom, hogy Edgar Cayce mennyire tanulmányozta az indiánoknak a történelmét, illetve a múltját. Nem hiszem azt, hogy onnan lopott volna bármilyen olyan információt, amire azt gondolta, hogy majd ezt ő felhasználja a saját munkásságához. Márpedig azért sem, mert miután Cayce kijelentette ezt a jóslatot, az ő gondolatát, akkor 1982-ben a kínai kormány el is kezdett foglalkozni ezzel a témakörrel, és talált 100 000 olyan gyermeket, őket már nevezhetjük csillaggyermeknek, akiknek különböző képességei voltak, ezt majd a következő diánbe is fogom mutatni. Annyit viszont el szeretnék még mondani, én feljegyeztem itt nektek a Rejtély című sorozatot. Ismerős valakinek a Rejtély című sorozat? Magyarországon azt hiszem, hogy ilyen 3 év alatt adtak le, nem vagyok ebben biztos. Minden esetre dióhéjban elmondom, az arról szól, hogy van egy tudós bácsi, aki nagyon brutális áltudományokkal foglalkozik, abszolút nincsen elfogadva, meg is őrül, majd egy
haláleseten láttál, de nem ez a lényege, hanem olyan gyermekekkel kísérletezett, akiknek mindegyiknek volt egy különleges képesség. Na most ezt egy gyógyszeres kezeléssel tudta elérni, és tudta felerősíteni ezt a képességet. És azt mondta, hogy minden gyermekben benne van ez a tökéletes képesség születésétől, egészen addig, amíg a nagyvilág ezt nem nyomja el. És gondoljunk csak vissza, hogy velünk ugyanez a helyzet. Most itt a teremben ülő embereknek a 99%-ára merem állítani, hogy indigó. Mert biztos vagyok benne, hogy maga az érdeklődés is, ami idehozott ideket, egy olyan témakör, egy olyan kategória, ami hogyha nem lenne bennetek, nem ismernétek fel valamilyen szempontból magatokra, akkor nem lennétek itt. Ugye? Na most természetesen itt még elmegy a sorozat különböző irányokban, ilyen párhuzamos dimenziókban, meg összeesküvésekben, világkormány, mindenféle egyéb ilyen dolog van benne, de maga az alapötlet az innen indult ki, és ezt a fonalat is viszik végig. Amit ugye említettem, itt a kínaiak ezt el is kezdték. Tehát itt volt meg bennem legalábbis ez a párhuzam, hogy valószínűleg nem véletlenül vették a történet, és a sorozatnak a történetének az alapját sem. És ugye megtalálták ezt a 100 000 gyermeket, tehát körülbelül 100 000 gyermeket, akiknek olyan képességeik voltak, mint ugye telekinézis, pirokinézis, tér- és időmanipulálása. Ez nagyon érdekes volt, egy kislány, aki úgy tudta manipulálni az időt, hogy hozzáteszem, mindenki szeme láttára, oda ment egy bokorhoz, és a bokornak a bimbója virággá pattant. Körülbelül 3 másodperc alatt. És ezt minden egyes növénnyel tudta játszani. Voltak olyan gyermekek, akik bekötött szemmel tudtak olvasni, és amint ezt a képességet megpróbálták továbbfejleszteni, fejlesztették is, egy párhuzamos dimenzióban tudtak átlátni. Átlépni nem, de átlépni igen. És hogyha visszagondolunk, ezt ugyan nem jegyeztem föl, de van itt egy érdekes történet. Amerikában, hogyha hallottunk már a Montauk projekt néven elhíresült történetről, az nagyjából ugyanerről szól. Hát ott az utcáról gyűjtöttek a hajléktalanokat, és őket berakták egy ilyen idődimenzió, térdimenzió kísérletbe, akinek a java része sajnos így eltűnt a tévés az időben, de nem igazán jöttek vissza, viszont egy 2 darab túlélő testvérpár, aki, ha jól emlékszem, az idén fog dokumentumfilmet forgatni erről az eseményről. Szóval ez a valós dolog és valós téma létezik, mint ugye, téridő, párhuzamos dimenziók, és erre is ki fogok majd térni hamarosan. A kérdés az, hogy hol vannak most ezek a gyerekek? Miért nem hallunk róluk? Mi történt a képességeikkel? Kitörölték belőlük? Mint ugye a Rejtély című sorozatban, ugye ott is ez történt, hogy nem foglalkoztak ezekkel a képességekkel, és egyszerűen kiveszett az emberekből ez a tulajdonság. Majd amikor újra elkezdtek vele foglalkozni, vagy a sorozat szerint elkezdték kezelni ezzel a bizonyos anyaggal, akkor ugrásszerűen nőtt a mentális képesség, és ki tudták vetíteni a materiális síkra ezt a gondolatot. Meg tudták tenni azt, ami a saját képességük volt. És ugyanúgy ott is volt pirokinézis, időmanipulálás, dimenzióugrás, átlépés, stb. Ez tulajdonképpen, ahogy említettem is, egy beleszületett képesség. Eddig indigó gyermekekről beszéltünk, amit mondtam, mi vagyunk az indigó gyermekek, mi vagyunk azok, akiknek különleges képességei vannak, mi azt hisszük, hogy ez teljesen normális, de a külvilágunk szerint ez valamilyen betegség. Tehát főleg az orvosok azért konkrétan ilyen pszichológusokra, pszichiáterekre gondolok, akik előszeretettel szokták az ilyen típusú embereket diagnosztizálni valamilyen légbőrkapott betegséggel, pedig tökéletesen egészséges az az ember, tökéletesen épp az elméje, abszolút nincsen vele semmi probléma,
egyszerűen az, hogy ő egy picit más, egy picit több van benne, mint az átlagemberben. Ezt nem szabad betegségként kezelni, és ezt leginkább a szülőkkel kell megértetni, hogyha találkozik az ő saját gyermekével, akinek van egy különleges képessége, vagy csak olyan beszámolói vannak, ami túl misztikusnak, vagy egyszerűen csak megmagyarázhatatlannak tűnnek. A gyermek magától nem talál ki dolgokat, hoz magával előző életekből, esetleg más univerzumokból, más bolygókról tapasztalásokat, és az esetek hát túlnyomó többségében erre emlékszik is. Ezt lehet, hogy elmeséli a szüleinek, ezen nem kell kiakadni. Kezeljük ezt nyugodtan, természetesen, és ebben az esetben én személy szerint csak azt tudom javasolni, hogy mindenképpen ne orvost, hanem spirituális szakember keressünk fel, aki tud segítséget nyújtani erre a látszólagos problémára, és megtanítja kezelni ezt az egész helyzetet. Tehát ne hátráltassuk azt a gyermeket, mert azzal csak rosszabbat teszünk. Tehát lehet, hogy ami benne van, az egy csodálatos és jó dolog, és mi ezt kiöljük. Lehet, hogy ez nem tudatos, de ezzel rosszat teszünk, és ezzel egy újabb karmikus ciklust hozunk létre, nem csak a gyermeknek, hanem magunknak is. És akkor még itt leszünk egy jó pár ezer évig. Itt van nekünk Dávid, biztosan emlékszünk Dávidra, ő egy román származású kisfiú. Azt kell róla tudni, hogy volt egy pszichológus nő, aki írt Dávid esetéről egy könyvet. Olyan az egész, úgy kell elképzelni, mint egy interjú. És Dávid nagyon elképesztő dolgokról kezd el mesélni a pszichológusnak. Ráadásul úgy beszél vele, minthogyha éreztetni is akarná ezt a pszichológus nővel, hogy ő egy sokkal fejlettebb civilizációnak az egyede, de nem nézi le őt ettől függetlenül, tehát itt most a pszichológus nőre gondolok, és nagyon szépen barátságosan elmondja mindazt, amit tud. Elmeséli azt, hogy honnan érkezett, az Inuán bolygót szúrja ki áldozatul, tehát Dávidunk onnan érkezett, elmondja, hogy hogy néz ki a növényzet, milyenek az ott élő állatok, élőlények, milyenek az ott élő lények. Az Inuán egy hüllőfaj, de itt most ne a reptilián hüllőkre, vagy a nibirúi hüllőkre, vagy orioniakra, vagy ilyenekre gondoljunk. Ez egy kisebb, barátságosabb faj. Ami érdekes az egészben, és ezt említik a sumérok is, hogy volt az ókorban egy ilyen kozmikus állatkert elnevezett történet, ami egy kísérletnek volt az alapja. Ugye ezt Egyiptomban is láttuk már, a hieroglifákon nem véletlenül vannak ott oroszlánfejű embertestű lények, krokodilfejű embertestű, ugye innen jöttek ezek a történések. Ez lehet akár egy kísérleti anomália, de az is lehet, hogy csak több volt benne, mondjuk a hüllőgén, azért ábrázolták krokodilfejjel, vagy esetleg konkrétan úgy nézett ki, és úgy festették fel a falra. Tehát ugye, mint említettem, az ókori ember konkrétan azt ábrázolt, amit látott, és azt egészen pontosan meg is tudta örökíteni. Na most, Dávid azzal a célzattal érkezett, az elmondás szerint, hogy ne csak megismerjük az ő bolygóját, hanem az ott élő tanításokat mi is vegyük át, mert ez lehet az egyetlen egy út, ott tanításaim mellett, ezt egy halkanyagyzem meg, hogy békében, háborúk nélkül tudjuk leélni azt az életet, ami ide kötött minket. És hozzáteszem, mi választottuk azt, hogy most itt vagyunk, és ez Dávid is elmondja, hogy ő akart idejönni a Földre, mert beszámolók szerint, akik már visszajöttek innen egy reinkarnációs ciklus keretén belül, ők mind pozitívan számoltak bele róla, hogy csodálatos ez a bolygó, itt tulajdonképpen minden van, nagyon gazdag természetileg a bolygón, és ez a legdurvább az egészben, hogy mi ezt így elherdáljuk. Gazdasági okokra hivatkozva, olaj, stb. Ebből lesznek aztán háborúk, a politikai viták, ami teljesen értelmetlen. Ahelyett, hogy vissza tudnánk kanyarodni mi is a csillaggyermekek tanításai által ahhoz a
hogy is fogalmazza, régi tudáshoz, ősi tudáshoz, újból megtanulni a természettel együtt élni. És ezt nem úgy értem, hogy akkor most az összes technikai berendezést ki kell dobni a kukába. Nyilván éljünk korszerűen, de azt a környezet szennyezése nélkül is meg lehetne tenni, nekem ez a véleményem. Na most Dávidhoz hasonlóan rengeteg ilyen csillaggyermek létezik, és van a mi földünkön. Egyre többet hallunk, és ha jól tudom, az univerzum keretén belül is van egy ilyen kisebb magyarul beszélt. Milyen? Nem kéne hívni, felkapcsolni arra. Nem kell, nem kell. Nem lehet látni valamit. Most már úgyis mindjárt végzni. Szóval ezek a gyermekek, ugye mondom, célzattal érkeztek. Egy személyes tapasztalatot még hagyd mondjak el nektek. Az én kisfiam 5 éves, és olvas. Hozzáteszem, senki nem tanított olvasni, ő sose. Nyilván volt olyan, hogy megkérdezte, hogy akkor az most milyen betű, az milyen betű, de azt, hogy most összeolvassuk azt, hogy mi van ráírva erre az ásványvízre, ilyen soha nem volt. Tehát ő maga elkezdett olvasni, és emellett még rengeteg olyan tulajdonsággal bír, hogy néha megáll az eszem és csak nézek. Rengeteg ilyen gyermek létezik, csak mi ezt nem akarjuk észrevenni sajnálatos módon. Feljegyeztem itt nektek pár hírességet, akik ugyanúgy csillaggyermekek voltak, Mozart, Picasso, nem véletlenül születtek mind-mind kivétel nélkül szegény családba, és mégis egy akkora értéket adtak az emberiség számára, egy akkora bölcsessége, nem csak művészeti ágon, tudományágon, hanem minden egyéb olyan információt beleraktak az élő történelmünkbe, ami csak a mi fejlődésünket eredményez. Tehát nézzük végig, akár ott van Shuo, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek, ő egy genetikus, hát a mai napon már genetikus, ő egyébként 6 évesen lett genetikus, és 6 évesen végezte el az egyetemet. Tehát véletlennek nincsenek, és véletlenül nem történnek ilyen dolgok. Ő szándékosan érkezett ide, hogy valami pluszt majd a későbbiek során az emberiség felé tálaljon. Egyébként már sikerült neki, ha megnézitek az interneten a munkásságát, nyomon lehet követni, én javaslom, megdöbbentő eredményeket mutat fel. Vagy ott van Bobby Fischer, az ő neve biztosan ismerős nagyon sokak számára. Sakbajnok volt már gyerekkorában, és ugye ő volt az első ember, aki a számítógépet és ugye fúvas számítógépet kell elképzelni, egyszerűen úgy a helybe hagytam, ahogy kell. Ott volt Einstein. Einstein ugye egy nagy kérdőjel akár a mai történelmünk során is, hiszen mindig egy relativitás elméletet hozunk fel példának, de nem értjük ennek a lényegét. Aztán hétről-hétről mindig kiderül valami újdonság és valami teljesen átértékelés, átértelmezés, és akkor abból valamit kisajtol az ember a saját maga tudományágába. Én nem mondom azt, hogy ez feltétlenül rossz dolog, hiszen jó, mert legalább gondolkodik, és egy új lehetőséget továbbad az emberiség számára. Tehát ezek az emberek mind-mind célzattal érkeztek. Tesla. Nem kell beszélni Tesláról sokat, hiszen tudjuk, milyen zseniális elme volt, és hogy mit hozott létre. Most a napokban olvastam egy cikket, ami arról szólt, hogy a Marsra, ugye 2022-ben, ha jól emlékszem, küldenek egy expedíciót, és majd ott kolóniát fognak létrehozni. De most lehet arról beszélni, hogy visszatkozni, hogy már voltunk a Marson, nem voltunk a Marson, mi történt itt ezzel kapcsolatosan, vagy akár a holdraszállás. De a lényeg, hogy egy olyan technikát alkalmaznak, amit Tesla épített meg, az ő tudása van emögött, és ez a technika konkrétan repülő csésze alakú, egy antigravitációs szerkezet. És most a napokban jelent meg a Mentő Expedíció című film, ami ugyancsak egy Marsra szállást örökít meg. Ott is szó van erről, kicsit elhúzatva, de elmondják és kimondják. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy a filmekben rengeteg az összefüggés és a valóság. Mindennek van valóság alapja, ott van a csíra, csak mögé kell nézni. Szóval mindenképpen érdemes foglalkozni ezekkel a témákkal is.
És mivel volt egy kis technikai malőr, én most szeretném bezárni ezt az anyagot, amit átadtam nektek. Annyit szeretnék hozzáfűzni még, hogy honlapomon megtekinthető tocsmarok tábláinak az összessége. Végeztem egy elég hosszadalmas kutatást, ez több éve talált fel, ez konkrétan tocsmarok tábláira vonatkozott. Én azért beszéltem most csak ennyit totról, mert végtelenül sokat lehet róla beszélni, és akkor nem tudtunk volna még ideig sem eljutni, ezért szerettem volna egy picit felpörgetni az eseményeket. Ezen kívül rengeteg olyan érdekes információt és anyagot találtok még ott, ami elhangzott a jelenlegi előadásban, illetve akár az UFO magazinban megjelent cikkenhez csatolható, valamint rengeteg konspirációt szoktam felgöngyölíteni a saját meglátásom szerint, amiben hát mindig megosztom a tömeget, szóval az 50% azt mondja, hogy ez bolondod, az 50% meg azt, hogy igen, ez a frankó. Úgyhogy én ezt rátok bízom, hogyha megnézitek, akkor mindenképpen érdemesnek találom azt, hogy akár egy kérdést feltegyetek belőle. Valamint oda csatoltam még eddig megjelent könyveimet, Teremtett valóság volt az első regényem, ami kereskedelmi forgalomban megjelent. Ez a sumer történelemtől egészen napjainkig ölel föl egy kedves történetet, fogalmazunk így. A benne lévő információk, adatok és évszámok mind valós, mind a személyek is, kivéve a négy főszereplő. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy minden korosztálynak ajánlott a benne lévő valós adatok alapján. Ezen kívül a boszniai piramisok üzenet, amiből hoztam is egy pár példányt, ez a saját tapasztalatom, a régészeti kutatásnak az eredménye, ami benne foglaltatik a könyvben, képekkel alátámasztva, tehát nem lehet azt mondani rá, hogy Photoshop, mert azért ezt is megkaptam, hát miért nem? Volt olyan, mentem azzal a munkámból, és az aluljáróban találkoztam egy emberrel, és hát így leszólított, hogy fú, ne arra, úgy nem találok, piramis a srác. Akkor így mondtam, hogy hát igen, én vagyok, csak ezt a jelzőt is szerettem volna már többször magamról lemosni. Bízom benne, hogy a következő könyvben ez már sikerülni fog. Ő lesz a kozmikus válaszok, ez kb. Egy olyan két hónapon belül, ha minden terv szerint alakul, akkor meg is jelenik. Ez egy interjús kötet lesz, és olyan kutatókkal, közéleti személyiségekkel és írókkal tartottam interjút, amit belefoglaltottam ebbe a könyvben, mint például mindannyiunk Nagy Gyula bácsia, nem kell róla sokat beszélni, hiszen tudjuk ki ő. A tészügyi kozacsokat az interjúban. Aztán Pataki Attila például, Kalmár János, Piszkok András, Éles István, Orosz Zsolt, őt lehet, hogy nem ismeritek, vele tartottam mindig az a Sumer Szabad Egyetemet, neki is több könyve megjelent. Egyet ki is szeretnék emelni belőle, az Ébredés címmel. Ezt úgy találjátok meg, hogy Csalogány Ébredés. És ez azért fontos, én legalábbis fontosnak tartom, mert mindenképpen, minden iskolában, minden korosztálynak én ezt a könyvet kötelezővé tenném. Olyan egyetemes igazságokat göngyölít fel, amit eddig Magyarországon soha senki nem tett meg. Ott is olvashatunk csillaggyermekekről, bár ő ezt nem így nevezi, hanem beleszületett képességnek, amit én is mondtam. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem veletek, és ezt elmondhattam. Ennyi lett volna mára, ha bármi kérdés van, nagyon szívesen. Köszönjük szépen! Tényleg nem lehet foglalkozni.